Hiába kedvezőbb adatok, a lakosság 30%-osnak érzi a drágulás mértékét, derül ki a GKI legfrissebb felméréséből. A szeptemberi inflációs adat 12,2%-ra esett vissza. Az ING elemzője szerint nem az az igazi kérdés, hogy mikor lesz Magyarországon egy számjegyű az infláció, hanem hogy mikor lesz ismét árstabilitás az országban. Szinte luxusnak számítanak az érlelő kamrában sorakozó, incsiklandozó sajtok. A legolcsóbb trapista is a 2000 forint kilónkénti árat közelíti, az árfigyelő rendszer rangsora alapján. A híradóknak nyilatkozók úgy érzik, még most ősszel is drágul az élet. Hát igen, ugye a sajtokon lehet a legjobban megérezni, főleg mi otthon családban nagy kiszerelésű ilyen szeletelt sajtot veszünk akár szendvicsekbe. Én úgy gondolom, hogy a nagy kilós sajtnak nagyon megnövekedett az ára. Ezt kell mondjam, hogy megveszi így is az ember, mert ilyen hal senki sem szeret, úgyhogy ez van. Kinek mit intézett a kormánya, ugye? De akad olyan is, akinek nem jelent gondot a napi bevásárlás. Nincs. Mondom, szerencsés helyzetben vagyok. Bár a legfrissebb szeptemberi adatok szerint az infláció mértéke 12,2%-ra csökkent, a gazdaságkutató ZRT felmérés alapján az emberek ennél jóval magasabbnak ítélik a drágulás mértékét. És a mi mutatóink alapján a lakosság jelenleg is kb. 25 és 30% közötti inflációt érzékel. A gazdaságkutató vezetője kiemelte, ez az adat ugyanakkor érzékelésen alapszik. Hozzátette, a kereskedők az elmúlt időszakban igyekeztek az áremelkedések elé menni. Például kisebb kiszereléseket állítanak elő, tehát ugyanúgy néz ki a termék, mint korábban, de kevesebbet tartalmaz. Ezáltal ő olcsóbban tudja adni, és a fogyasztónak az az érzése van, mintha megállt volna az infláció emelkedése. A némethez hasonlóan a francia folyamatok is kedvező képről árulkodnak. Szeptemberben a francia infláció csupán 5,6% volt. Ugyanakkor Magyarország továbbra is éllovas a pénzromlás mértékét nézve európai összevetésben. Még a második helyen végzett Romániához képest is kiugró a különbség. Az ING elemzője szerint Magyarországon az árstabilitás elérése lenne a legfontosabb cél. Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy elérjük az egyszemélyű inflációt, hanem az a kérdés, hogy mikor lesz Magyarországon újra árstabilitás. Árstabilitás akkor van, hogyha 3% körül van az inflációs ráta. Jelen pillanatban az ING bank számításai azt mutatják, hogy erre nagyjából 2025 első felében kerülhet sor. 2024 átlagában még magasabb, 5 és 6% közötti inflációra számít a szakember.